Kellemes időtöltést mindenkinek, a Dodge 52-t látják itt nálunk a sportklubban. Mai vendégünk a 2-es, illetve 4-es fogadhajtó világ kiemelkedő személyisége, 6-szoros fogadhajtó világbajnok, Lázár Zoltán. Szia Zoli, köszöntelek a stúdióban. Javában zajlik nálatok a szezon, de javában zajlik a nyár is. Van ilyenkor idő egy kis pihenésre? Nekünk mindig a nyár végén vannak a kiemelkedő világesemények, úgyhogy nagyon nem tudunk ilyenkor nyaralni, hanem a sportra koncentrálunk. Tehát azt kell mondani, hogy nekünk ez a szórakozásunk, úgyhogy szívesen tesszük, és egy-egy versenyen, ha nem is pihenünk, ez az aktív kikapcsolódás része. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy mi folyamatosan nyaralunk, pihenünk. A bátyáddal együtt Lázár Vilmossal a fogadhajtó világ elitjébe tartoztok. De ti budapesti gyerekek vagytok, honnan jött a szerelem a lovak iránt, honnan jött a szerelem a fogadhajtás iránt? Igen, hát mi a 17. kerületben nevelkedtünk, ugye Budapest Perem kerülete, és hát én 6 éves lehettem, amikor bátyám 6 évvel idősebb, találkoztunk először lóval. Édesapánk kőbányai, és hát vidéki rokonokhoz adták le mindig nyaralni, és Esztergomba járt, és azoknak a vidéki rokonok voltak lovai. És olyan borzasztó kötődések alakult ki apukánknak a lovakhoz, illetve az állatokhoz, hogy azt mondta, hogy ha egyszer lesz lehetősége, akkor vesz lovakat. Hát és lett lehetősége, de nem magának vette az első lovat, hanem nekünk vette egy póni lovat, és akkor ebből alakult ki. Tehát semmiféle családi tradícióra nem alapozható a mi fogadhajtásunk. Akkor ezek szerint lovagolni is jól tudtok? Igen, hát először lovagolni kezdtünk, aztán utána ebből lett a fogadhajtás. Ugye itt Pesten nem lehetett tartani a lovakat, és vidéken édesapánk vásárolt egy tanyát, ahova hétvégenként jártunk le, és egy csodálatos gyerekkorunk volt, mert ott voltak lovaink, leautóztunk, ez Kecskemét mellett Hetényegyházán, és aztán ott éltük a fiatalos életünket, a lovakkal jártuk az erdőt, pesti gyerek lévén. És hát a fogadhajtás hogy jött az életünkben? Úgyhogy itt ezen a helyen, 1978-ban, ugye Kecskeméten rendezték a világbajnokságot, és a maraton versenyszám ebben a Hetényi erdőben volt, ahol vette a papánk a lovastanyát, és mindenki elkezdett ott a környékben fogatot hajtani, és a pillanatok alatt lettek barátai, és hát rajtuk keresztül lettünk mi fogadhajtók, és rajtuk keresztül szerettük meg a sportot. A bátyád, ahogy említetted, 6 évvel idősebb nálad, ő is ugyanezt kezdte, együtt kezdtétek, vagy te kisebb gyerekként először nem kapcsolódtál be mondjuk a fogadhajtásba, csak ültél a póni hátán? Hát én először elkezdtem lovagolni, és lovagoltam, és ő is kitűnően lovagol, de ő fogattal kezdett el versenyezni. És aztán az ő sikerein felbuzdulván, én mellette versenyeztem, lovagoltam, nem voltam annyira sikeres. Ez lehet, hogy nem csak a tehetségnek köszönhető, hanem annak, hogy nem voltak megfelelő lovaim ehhez, és a bátyám elkezdett sikeres lenni, és mondtam, hogy hát akkor én is talán ki kéne, hogy próbáljam magam a fogadhajtásban, és így lettem én is fogadhajtom. 1993-ban az Amerikai Egyesült Államokban a világbajnokságon még a bátyád segédhajtója voltál. Hogyan emlékszel vissza erre a versenyre? Én 1990 óta versenyzem, tehát az már azt jelenti, hogy a 23. versenyszezonomat kezdtem meg az idei évben. Azért ez nem sok sportban lehet elmondani, hogy ennyit lehet aktívan versenyezni, és hát 40 éves múltam, tehát még esetleg jövő is van előttem. Én 90-től versenyeztem, én abban az évben is, 93-ban indultam azért, hogy válogatott lehessek, de hát a családi kassa nem nagyon engedhette meg azt, hogy két remek jó fogatunk legyen, úgyhogy egy jó fogatunk volt, és hát én a gyengébb lovakkal versenyeztem, ugye, mint fiatal gyermek, kisebb rutinnal bírtam, és egy fogattal kerültünk ki erre a 93-as amerikai világbajnokságra, ami borzasztó meghatározó volt az életünkben. Sok ilyen meghatározó pontja volt, de ez nagyon. Hisz ugye 89 után jött itt a rendszerváltás, és teljesen más alapokon nyugodott a családi kassa, mint előtte. Illetve hát akkor kikerülni Amerikába, hát akkora dolog volt, én nem tudom, hogy előtte ültünk-e repülőn, de én azt hiszem, hogy még repülőn sem, és egyből Frankfurtból vitték ki a lovainkat, és a lovainkkal együtt utazhattunk ki erre az amerikai versenyre. Megérkeztünk erre a versenyre, és egyből két sportkocsival fogadtak minket, egy-egy kulcsot adtak. A Trabant országából jöttünk, de nekünk is Trabantunk volt akkor, és hát az maga volt
csoda világ, és ott ezen a világbajnokságon én mint segédhajtó voltam, a bátyám mint hajtó, és ezen a világbajnokságon nagyon jól szerepeltünk. Egészen az utolsó napig, mi vezettük a versenyt, és az utolsó nap az akadályhajtásban pár másodperccel maradtunk le az aranyéremről, és így ezüstérmesek lettünk. De hát ezt az amerikai sajtó nagyon fölkapta azt, hogy ugye hát egy szegény országból érkeztek, sokan még azt sem tudták, hogy amikor mondtuk, hogy Magyarországra jöttünk, hogy hol van Magyarország, szegény országból érkeztek, és két testvérpár, és akkor a családi kasszából saját lovaik, ezeket a lovakat különben mi ott el is adtuk Amerikában, és ebből az összegből indultunk meg az üzleti életben. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon komoly mérföldkő volt a mi életünkben. És aztán sok magyarral is találkoztunk itt, mert az 56-os magyarok akkor még azért sokan nem mertek hazajönni, és aztán jöttek ki oda a versenyre, ott ajnároztak, gardíroztak minket, és mondták, hogy remek jó magyar szót hallani, és hát magyar versenyző. Volt olyan versenyszám, amit mi nyertünk, magyar himnusz. A címoldalakon szerepeltünk a nagy újságokban, megismertek minket a bevásárlóközpontban. Tehát tényleg egy nagy élmény volt, és hát ott el kellett adni ezeket a lovakat, akiknek, vagy amiknek nagyon-nagyon sokat köszönhettünk, és hát mondom, ebből alapoztuk meg, utána hazahoztuk a pénzt, és ebből kezdtük újra. Akkor új volt, 93 után, hogy mi ezt a sportot nem tudjuk tovább folytatni, nem volt megfelelő hátterünk, a családi vállalkozásunk sem ment úgy, mint azelőtt, és egy évig föl is függesztettük az egész fogadhajtást, és aztán ugye hát hát lehet azt mondani, hogy egy szerelem, és akkor nem is túloztam. Hiszen ha valaki egyszer egy lóval olyan kapcsolatba kerül, és hát itt nem egy sporteszköz, hanem mint egy társ, és sikeres tud lenni, de nem is kell sikeresnek lenni, hanem egy lelki társa tud lenni, és egymáshoz közel tud kerülni, ebből nem lehet kigyógyulni. De mi se tudtunk kigyógyulni. De az volt a pályafutásunk során itt a 23 év alatt, amikor azt hittem, hogy nincs tovább, de aztán utána újra talpra álltunk, és 95-ben a következő világbajnokságon már mind a ketten ott voltunk egy-egy fogadtan, azon a VB-n már indultunk. Mennyit ér egyébként egy fogat? Mennyit érnek a lovak? Mindig azt szokták mondani, amennyit adnak értük, de nem lehet igazán összegben. Általában a fogat lovak, azok a lovasportban nem a legdrágább lovak közé tartoznak. De itt lehet ugye szerencse, pár százezer forintból is lehet jó lovat venni, de hát ez olyan, mint a lottőtös, tehát ritkán üt be ilyen az embernél. De mondjuk egy jó fogat lovat, hogyha én most szeretnék venni, nagyon nehéz, meg nem is nagyon lehet, de azok ilyen 10 milliós nagyságrend. És akkor nem is elég egy ló? Kell legalább kettő, vagy kell négy? Hát ez sem teljesen igaz, mert egy kettes fogat, ugye ez három lóból áll, egy négyes fogat pedig öt lóból. Ugye három versenyszámunk van, a három versenyszám alapján a legjobb versenyző, tehát a három versenyszám alapján az összetett legjobb, az mindig a győztes. Akadály, díj, maraton. Akadály, nem díj. Engem is megkevertél. Díjhajtás, maratonhajtás, akadályhajtás, és a három alapján a legjobb a győztek. És ebben a három versenyszámban, egy kettes fogadban három lóvihető, és akkor őket lehet cserélgetni. És hát megvan mindegyiknek a specialistája. Tehát van, amikor maratonlóvat viszünk, van, amikor díjhajtólóvat, és akkor azt cserélgetjük. Mi a különbség? Egy négyes fogatnál pedig ez öt lóból áll. Mi a különbség? Tehát mondod, hogy ki kell cserélni egy-egy lóvat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz sport. Tehát a díjhajtás az idomítottságról szól, a nyugalomról, a harmóniáról, az összhangról, a eleganciáról. A maraton az a gyorsaságról, a lendületről. Ez már két teljesen különböző habitusuló. Az akadályhajtás, az szintén benne van a lendület, a gyorsaság, a precizitás, és az megint egy más típusú lovat igényel. Tehát ha vannak olyan lovak, amik a maratonra alkalmasak, csak robbanékonyak, gyorsak, kitartóak, de az nem biztos, hogy a díjhajtáson elég fegyelmezett és jó. Tehát ezért nehéz olyan fogatlovat találni, olyan fogatlovat kiképezni a minden három versenyszámra, mert különböző tulajdonságok kellene, különböző jellemek kellenek hozzá. Az előbb említetted, hogy
hogy ez egy nagy szerelem, a lovak iránt érzett szerelem, a fogadhajtás iránt érzett szerelem. Úgy kell elképzelni ezt a viszonyt, mondjuk a te viszonyodat a lovakkal, mint amit annak idején láttunk mondjuk hollywoodi filmekben Robert Redfordtól a Suttogóból. Tehát van egy olyan viszony, hogy a lovak hallgatnak rád, tudsz bánni velük, érzed, hogy mi a bajuk, mi a gondjuk? Igen, és ha megfigyeljük, azért a fogadhajtás nem a fiatalok sportja, tehát a jó középkorúak. Ez azért van, mert sokkal nagyobb rutinnal bírnak már. Na most én mindig azt szoktam mondani, hogy vannak bizonyos megtanulható dolgok a lovasportban, de van egy alapképesség, ami vagy benne van az emberben, vagy nem. És ezt nem lehet továbbadni, meg nem lehet elmagyarázni, hogy kell csinálni. Tehát a lóval való kommunikáció, amikor rajta ősz, közel vagy hozzá, tehát egy aurában vagytok. Ez egy nagyon érdekes dolog, és tényleg nem lehet szavakban önteni, és az a jó lovas, aki tud alkalmazkodni a lovához, illetve eléri azt, hogy a ló is alkalmazkodjon hozzá. És vannak tanulható és tanítható módszerek erre, de ha nincs meg valakiben, akkor nem lesz belőle sose jó lovas. És nekünk ez volt az isteni szerencsénk, hogy mint ki, most már mondhatom azt, hogy ennyi világbajnoki cím után, hogy valószínűleg nekünk ez van érzékünk. És ebben volt a nagyon nagy szerencsénk az életünkben, hogy édesapánk pont egy olyan sportot talált ki, amihez nekünk érzékünk volt, mert kitaláltott volna bármi mást, amihez nekünk nincs érzékünk, és pont ez egy teljesen véletlen. Ugye kellenek az élethez a szerencse, kell a szerencse, és ez is szerencsének mondható. Soha fel sem merült, hogy esetleg más sportággal foglalkozzatok? Hát én próbáltam több sportot a lovasport mellett, de igazán időm sem nagyon volt. Tehát a lovasport az olyan, hogy az reggeltől estig és 24 óra is kevés tud lenni, hogyha ezt elkezded csinálni, főleg a több lóval dolgozol. Én próbáltam vívni, vagy jártam vívni. Mondjuk azt nem tudom, mert pont az én mentalitásomhoz annyira nem passzol, mert én egy ilyen pörgős ürge vagyok, aki nem is tud egy helyben megállni, tehát nem igazán a fegyelmezettség igaz rám, és ott pedig a vívásnál az kell, meg nyugalom, higgadság. Akkor küzdősport, karatéztam. A labdasportokhoz igazán nem volt sosem érzékem. A bátyám judózott. Próbálgattunk más sportot is, de mondom emellett, és igazából nekünk ez az életünk, tehát erre koncentráltunk, és már tudatosan az édesapánk úgy nevel gyerekkorunk óta, hogy mi lovas emberek legyünk. És aztán nem is volt kérdés, hogy mi mást akarunk csinálni, tehát föl nem merült bennünk, mi ezt akartuk, és nagyon akartuk. Azt mondtad, hogy te nem vagy annyira nyugodt, nem vagy annyira fegyelmezett, viszont állandóan pöröksz. A becenevd is az, hogy ördöglovas. Emlékszel rá, hogy ezt mikor, milyen körülmények között is kitől kaptad? Azt, hogy kitől kaptam, nem, de ezt folyamatosan mondták rám. Pontosan abból az én hajtó stílusom miatt. Ugye a maraton versenyszám lendületről, gyorsaságról, tempóról szól, és hát több segítséget tudunk adni a lónak. Egyrészt van a szár segítségünk, és van a hang segítségünk. És én egy picit hangosabb vagyok az átlagnál, hangosabban hajtom a lovaimat, de viszont ezt a közönség meg látványosabban, meg hát a közönség is, hogyha hajtok, akkor sokkal jobban pörög, mert látják rajtam azt a borzasztó akaratot, meg azt, hogy mennyire akarok gyorsan menni. És ez mindig követnek is, meg szeret a közönség, és aztán valahogy megkaptam, hogy na hát ez egy őrült pali. Tehát mondjuk én ilyen, azt is szokták mondani, hogy 19-re még azért bevállalok egy lapot. Mondjuk igaz, hogy sokszor besokalok, de volt már olyan, hogy bejött. Akkor ezek szerintem, hogy az egyik legvehemensebben, legördögibben hajtó a világ mezőnyében? Hát azt nem mondom, hogy de talán igen. De egyébként ennyi világbajnoki cím után, ugye te 6-szoros világbajnok vagy, a bátyád 7-szeres világbajnok, kijelenthető, hogy mondjuk a top 5-ben egyértelműen ott vagytok a világon? Hát az kijelenthető, hogy a bátyám a legeredményesebb 2-es fogadhajtó, biztos, ettől eredményesebb nincsen. Az is kijelenthető, hogy nincs még egy olyan fogadhajtó a világon, aki 2-esben, 4-es fogadhajtásban egyén, illetve csapat világbajnoki aranyérmel rendelkezik. Tehát ebben én vagyok a leg, 2-esben pedig a bátyám. És hát a mai napig ott vagyunk a világ élmezőnyében, még az, hogy meddig nem tudjuk, bár mint minden, tehát nálunk is hullámzó, és a mi sportunk, meg főleg, hisz azért mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva
a lovaknak, és hát van, amikor nem olyan igazi jó ló állományunk volt, és lovaink voltak, és ez nem úgy működik, hogy jó, ez nem felel meg, és akkor pillanatok alatt vásárolunk másikat, készítünk magunknak, tanítunk. Nem ezek a hosszú-hosszú évek folyamatai, és ha véletlenül egy picit rossz irányba vagyunk, akkor onnan évek kellenek, mire ki tudunk lábalni. Jelenleg hány lovatok van? Hát ugye van nekünk egy lovas vállalkozásunk, illetve van a sport, amit tűzünk, vannak olyan lovaink, amik már kiöregedtek, és ott vannak a mi telepünkön. 80-90 között van a lólétszámunk, de mondom, ennek egy bizonyos része szolgálja csak a sportot. Mennyi ebből a versenyzésre használható ló? Hát egy 15 és 20 között van, amivel versenyzünk. Tehát azért mondom, hogy egy 4-es fogat az nem 4 vagy 5 ló, hanem a sokkal több, hiszen vannak fiatal lovak, azokat a fiatal lovakat készítjük, és 2-3-4 évet kell készíteni arra, hogy egyáltalán versenyezni tudjunk ezekkel a lovakkal. Tehát ez hosszú évek folyamata és munkája. Az utolsó évszám, amit említettünk, az 1993 volt, az amerikai világbajnokság, ahol még segédhajtó voltál, 95-ben pedig már, ahogy mondtad, ugye te is saját fogattal indultál. Hatszoros világbajnok vagy, van olyan világbajnoki cím, amire azt mondod, na az nagyon nagy élmény volt, gondolom, hogy mindegyik az volt, vagy amelyik meghatározó volt. Mondod, hogy voltak olyan szerencsés momentumok a pályafutása hát, során, ugye, amire... Többet, de azt hiszem, hogy most hármat fog kiemelni. Tehát egy nincs. Hármat fog kiemelni. Ugye az első világbajnoki címem az 1997-ben volt, és hát én 95-ben indultam először világbajnokságon, tehát a második világbajnokságomon már aranyérmes lettem, és ott úgy indultam, hogy totális esélytelen voltam, tehát én is úgy éreztem magam, pedig az nem jó, hogyha egy sportoló úgy érzi, hogy hát erre nem nagyon van esélyem, hogy ezt meg tudjam nyerni, annál inkább a bátyámnak pedig volt. És ezen a világbajnokságon az utolsó nap úgy álltunk, hogy egy angol versenyző vezetett, második volt a bátyám, harmadik pedig én. És visszafele van ilyenkor a sorrend, tehát mindig a legjobb hajt be a legutoljára a pályára. És hát én kezdtem, a hármas hajtásból én kezdtem, és addig még egy hibátlan volt ezen a pályán, és én bementem, és harmadikként tudtam egy hibátlan pályát hajtani, amivel már bebiztosítottam magamnak azt, hogy biztos, hogy dobogon fogok végezni, mert legrosszabb a bronzérem. De én gondoltam, én az angol versenyzőt ismertük, és azt tudtuk, hogy az akadályhajtásban nem a legjobb. Én gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy meg lesz úgy, hogy bátyám lesz aranyérmes, ugye ő már 89 óta ott van az összes világbajnokságon, sok balszerencsés fordulata volt, mint 93-ban sem tudott nyerni, tehát még nem volt egyéni világbajnoki címe. Lehet, hogy az angol kijön előnünk, és akkor együtt tudunk a dobogó legfelső két fokán állni. Még nem, egy fatális véletlen folytán, ami még nem fordult elő a sportban, a kocsinak a rúgja eltört, és föl kellett adni neki ezt a versenyszámot. De ez tényleg egy véletlen volt, és hát ott álltunk sok magyar szurkoló a pálya szélén, és hát zokogtunk, mert abban a pillanatban, ha egyrészt a csapatból is kijött, a csapat aranyérmünk már biztos volt, a csapat aranyérem is kijött a nyakunkból, és hát az ő egyéni érme is oda lett. De viszont jött az angol versenyző, az összeborította a pályát, mondtuk, ez én voltam a világbajnok. És akkor én kint ott szomorkodtam a pálya szélén, még nem tudtam, és jöttek oda a magyar szurkolók, elkezdtek dobálni, ugrálni, és nem tudtam örülni neki. De tényleg nem tudtam örülni. Tehát egyik sem sírt, a másik nevetett, de akkor mind a kettő sírt. Annyira sajnáltam a Willit, és annyira szerettem volna, hogy ő legyen a világbajnok, aztán a franc egye megélettem először. Körülbelül így éltem meg. Ez egy emlékezetes dolog volt, mert a bátyámat szerettem volna, és én lettem. És hát jött a 99-es világ, minden két évben van világbajnokság, jött a 99-es világbajnokság, ami Kecskeméten. És ugye én ott mint címvédő indultam, a bátyám meg mint a sok-sok balszerencsével megáldott versenyző, és hát ott viszont már én is esélyesként indultam, de ő volt szintén a torony magas esélyes. És az utolsó napig ment a küzdelem, és az utolsó nap úgy álltunk az akadályhajtás előtt, hogy a bátyám vezetett, és én voltam a második, és közöttünk minimális pontkülönbség volt. És behajtottam a pályára, és nekem lett volna lehetőségem arra, hogy hibázzak, mert még akkor is meg lett volna az ezüstérem, hogy a bátyámnak megerősítsem a világbajnoki aranyérmét, és akkor ő sokkal higgadtabban és nyugodtabban tud hajtani.
És hajtottam a pályán, éreztem, hogy jó vagyok, és mintha egyszer valamit hibáztam volna. De én azt nem érzékeltem, meg nem láttam meg. Annyi időm nem volt, hogy fölnézek, és megnézem, hogy hol tartok az eredményben. És végigmentem, és hibátlanul meghajtottam a pályát. Hát édes Jóisten, mekkora bajt csináltam. Hát most a Willinek be kell hajtani, és nem hibázhat. És megint lehet, hogy én leszek a világbajnok. A csapat már az biztos volt akkor is, hogy megint én leszek, lehet a világbajnok. Hát mondom, ezt nem szeretném. És akkor kihajtottam a pályára. Hát körülbelül 5 percet volt benne a pályát. Hát az valami pokol volt nekem az 5 perc. És nem tudtam nézni, hanem én azt figyeltem, hogy fölhördül a közönség vagy sem. Tehát hibázik vagy sem. És nem hördül föl, és világbajnok lett. De azt hiszem, így sokkal szebb, mert ő se akarta volna, hogy úgy legyen világbajnok, hogy valójában nem ő a jobb azon a versenyen, hanem én segítem hozzá. A másik, ez lesz a harmadik, az pedig, amikor 4-es fogadban elkezdtem versenyezni, ugye 2004-ben, és én előtte csak 2-es fogathajtásban versenyeztem, és hát mindig megkaptuk azt, hogy jó, de azért a 4-es fogathajtásban mi a helyzet? 2-esben mindent elértetek, ti vagytok a legjobbak, de hát a 4-es fogathajtás. És 2003 őszén telén én gondoltam egy nagyot, és akkor leültem a család, hogy de mi lenne, hogyha 2004-ben szintén Kecskeméten volt egy világbajnokság, 4-es fogathajtó. Mi lenne, hogyha én ezen a világbajnokságon elindulnék? Fölnézett a bátyám, édesapám, édesanyám. Hát az édesapám egyből támogatott, tehát az ilyenhez mindig pozitívan áll. A bátyám féltett inkább, hogy jó, nehogy véletlenül ne sikerül, ne csináljuk. Odaadom a legjobb lovaimat, te legjobb lovaid, és akkor hajtsál 4-es fogatot. Próbáljuk meg, hát ha sikerül. És abban az évben, 2004-ben, ugye először ezüstérmes lettem egyéniben, de viszont az első, aki megnyerte, az diszkvalifikálták. Ezt kizárták utólag a versenyből, mert doppingolt az egyik lovát, és így megnyerte az első 4-es fogathajtó világbajnokságot, ahol először indultam. A világbajnokságot úgy, hogy én előtte nem versenyeztem, nem készültem, nem hajtottam. És a két dolog az teljesen hasonló, mert lóval csinálják, de mégis teljesen más. Tehát ott a bookmakerek nagyon sokat fizettek volna, hogyha valaki rám fogad, mert szintén úgy mentem oda, hogy esélytelen voltam, és így tudtam világbajnok lenni. Hát ezek nagyon-nagyon szép dolgok. A családi tanácsot említetted, édesapádat, aki, ha jól tudom, 11 világbajnoki címnél a csapatnak a főnöke volt, 2006-ban hunyt el, és azt hiszem, hogy ő akkor valóban igazi outsiderként került ebbe a lovasportba. Ti talán már gyerekként jobban tapasztaltatok dolgokat, hiszen ti már a lóval együtt nőttetek fel. Hát olyannyira, hogy azért ez a szakmát, amire ő kitanultam, és hát ugye az első időben azt szokták mondani, aki nem ért a lóhoz, és hogy vakbáró, tehát bármit megvesz. Ez egy nagyon nehéz szakma, és sok-sok apró trükk, amit nagyon sok év alatt lehet megtanulni. De aztán ő szépen lassan kitanulta, és a végén már nagyon értett hozzá. Az első időszakban nem olyan jó lovakat vásárolt, de utána meg teljesen tudatosan, és sok-sok okosságot mondott, sok-sok okos dolgot mondott. Tehát ő benne is valószínűleg benne volt ez az érzék, hisz tőle örökölhettük, ami bennünk. Tehát ő ugye gyerekkorában, mint kőbányai kisrác, ez nem valósulhatott meg, és hát az ő saját vágyait rajtunk keresztül teljesítette, és hát ez sikersztori lett a végén ebből. Hát az a baj, hogy 2006-ban ő elhunyt, és még egy-két sikerünk volt utána, amit nem élt meg, illetve hát most az unokájának a sikereit, mert az én fiam is már versenyző, és ő sikeresnek mondható. Ifjabb Lázár Zoltán, de egyelőre díjugratásban jeleskedik, ha jól tudom. Hát egyelőre igen. Hajtó lesz belőle? Ha most kérdezel, én szerintem nem. De én nem is erőltettem. Tehát én lehet, hogy ugyanaz van, mint amit az édesapámnál, hogy ami nekem nem sikerült, akkor majd a fiamon keresztül sikerülhet, hogy egy jó díjugrató lehet belőle, sőt, hát már azt mondhatjuk, hogy az. Ő is elkezdett először lovagolni édesapám által, illetve az én feleségem családja is lovasok, állatorvos, a sógorom is, és édesapja, és a
másik nagypapa is inkább ebbe az irányba vitte, és hát ő első időben ők hordták edzésre, ők tanították lovagolni, nem is nagyon foglalkoztam vele, igazából most kezdek el vele foglalkozni, bár már lehet, hogy jobban lovagol, sőt biztos, hogy jobban lovagol, mint én, úgyhogy nem tudok hozzászólni, de mondjuk a pályaszélén azért okos tudok lenni. A családra még visszatérünk, de csak rövid reklám után egy biztos, Lázár Zoltán és Lázár Vilmos nevét az egész világon ismerik, nem csak a lósportban. Tartsanak velünk a folytatásban is.